Újraindult az egészségügy. Mától az összes vizsgálatot elvégzik a szakrendelők és a házi orvosok, de előzetes bejelentkezés továbbra is kell. Az élet más területein is fokozatos a nyitás. A fővárosban is lehet már lakodalmakat tartani, és a könyvtárak is kinyithatnak újra. A tiszti főorvos szerint az a cél, hogy visszaálljon az élet a megszokott kerékvágásba. 98-as az oxigénje. Belgyógyászati problémái miatt rendszeresen jár ellenőrzésre ez a nő az orvosházi kórházba. Áprilisban kellett volna jönnie, de a koronavírus miatt nem tudott. Mostantól neki és a többi betegnek sem kell várni a vizsgálatokra. Az intézmény újra a megszokott módon üzemel. Az összes szakrendelés elérhető, telefonon kell bejelentkezni, és már a látogatókat is fogadják. Nem hirtelen rohamazták meg a szakrendeléseket a betegek, hanem úgy szépen lassan jönnek vissza. Tehát azt gondolom, hogy ez a koncepció az nagyon jó volt, és így tudjuk kezelni a problémákat, illetve azokon a szakrendeléseken, ahol ugye esetleg tumultus lenne, azért nagyon fontos, hogy a telefonos bejelentkezés is azért sokat segít. Korlátozás nélkül fogadhatja a betegeket mostantól ez a nyerkesújfalui gyermekorvos, de időpontot hozzá is kell kérni, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság a rendelőben. Azt mondja, a járványveszély enyhül, de az elővigyázatosság továbbra is fontos. Jelenleg, ami könnyítés lett, hogy most már nem csak az akut betegségeket lehet ellátni, hanem a kronikus betegeket újra lehet gondozni, és a kivizsgálásokat tudjuk folytatni. Újraindult az egészségügyi ellátás az országban. Hétfőtől minden vizsgálat korlátozás nélkül igénybe vehető, és óránként már 4-nél több beteget is kezelhetnek az orvosok. Az előjegyzés viszont maradt, a szakrendelőkbe és házi orvosokhoz ezután is időpontot kell kérni, és kötelező a maszk viselése is. A kórházak jelentős részében feloldották a látogatási tilalmat. A koronavírus fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak 80%-át pedig visszaállítják a normál ellátásra. Mindenkinek az a célja, hogy az elhalasztott ellátásokat minél gyorsabban lehessen pótolni, és helyreálljon tulajdonképpen az egészségügyi ellátásnak a régi folyamata, és mindösszesen az elkülönített ágyaknak a 20%-át kell egy biztonsági tartalékként fenntartani. A kulturális élet is fokozatosan újraindul, a könyvtárak ismét kinyithattak, a legtöbb helyen egyelőre még csak rövid ideig lehet tartózkodni. A napilap olvasást még addig nem fogjuk engedni, amíg a veszélyhelyzeti rendelkezés el nem múlik, hiszen azt ugyan kérjük az olvasóktól, hogy maszk készfertőtlenítő használata legyen meg, de hát egy újságot itt egy normális hétköznapon 5 percenként egymás kezébe adják a kedves olvasóink, úgyhogy még csak a könyvkölcsönzés az, amit igénybe lehet venni. A tömegközlekedésben is vannak változások, az arc eltakarása továbbra is kötelező, de a volánbuszokon ismét lehet menetjegyet váltani. A BKK járatain a felszállás újra az első ajtón történik, és eltávolították a kordonokat is, hogy az utasok nagyobb távolságot tudjanak tartani egymástól. További könnyítés, hogy már a fővárosban is lehet tartani 200 fő alatti családi rendezvényeket. A fővárosban a temetést, valamint a házasságkötés követő családi rendezvény megtartható, amennyiben a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. Szintén a mai naptól a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátóüzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható. Ezeken a családi rendezvényeken az általános védelmi intézkedésként meghozott védőtávolság betartásának kötelezettsége nem mellőzhető. Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésével a mozik és a színházak is újra nyithatnak, és a kormány várhatóan szerdán dönt majd a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávjáról.